Magyarországra érkezett Xi Jinping. A kínai elnök látogatása azért is történelmi jelentőségű, mert a koronavírus járvány után először utazik Európába, és mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, Magyarországot és Franciaországot. Xi Jinping magyarországi látogatásának egyik fő témája a magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztése. Jönnek a részletek. Köszönjük szépen, itt ül már velem szemben Moldics Csaba, a Matthias Corvinus Kollégium külgazdasági műhelyének vezetője. Jó reggelt, jó napot kívánok! Jó reggelt! No, hát nem egyszer olvashattuk az elmúlt napokban a sajtóban a kínai elnök látogatása kapcsán, hogy történelmi jelentőségű dologról van szó. Ez csak amiatt van így, hogy 2004 óta, tehát 20 éve már nem járt kínai elnök Magyarországon, vagy más miatt is? Én azt gondolom, hogy nyilván van egy ilyen eleme is, de ennél talán fontosabb és jelzésértékű, hogy a kínai elnök egy kb. 400 fős delegációval érkezett, és az előzetes hírek szerint egy másfél tucat egyezményt, megállapodást fog aláírni a magyar kormány. Lehet, hogy többet is. Így van, így van. Magyarország és Kína idén októberben ünnepli a diplomáciai kapcsolat felvételének 75 éves évfordulóját. Tudom, hogy ez nem egyszerű kérés vagy kérdés, de össze tudná foglalni nekünk, hogy milyen volt ez az elmúlt több mint 7 évtized, 7 és fél évtized, és hogyan alakult ez az elmúlt években? Én azt gondolom, hogy azért voltunk talán az első országok között, amely felvette Kínával a kapcsolatot, diplomáciai kapcsolatot, hiszen volt szocialista országként 1949-ben ezt megtett. Hozzávetőlegesen addig az időszak, amíg Szovjetunió jó viszonyban volt Kínával, addig ez nem okozott problémát, Kínával való kapcsolat fenntartás. Utána ez kicsikét lehűltek a kapcsolatok. De ennek ellenére nyilvánvalóan az új korszak az 2010 után következett be. Ugye 1970-ben nyitott Kína, akkor jött el úgymond a nyitott politika Kína részéről, és máig odáig jutott, hogy most egy nagyot ugorjunk az időbe, úgyhogy nézem az adatokat, hogy tavaly Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak Kína, ráadásul ugye 2020-ban és tavaly is a legtöbb beruházás onnan érkezett. Így van, tehát azt nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak arról beszélünk, hogy 1,4 milliárdos lakosságú országról beszélünk, a világ második legnagyobb gazdaságát adó országról, hanem a gazdasági növekedésben van egy olyan stabilitás, amit nagyon ritkán lehet látni. Utoljára 1976-ban volt olyan év, amikor a kínai GDP szám előtt egy negatív szám volt. Minden egyéb évet azt követően mindig pozitív volt. Az egész időszakra egy nagyon stabil átlagban 8-9 százalékos éves átlagos növekedés lehet látni. Egyébként külgazdasági vonalon, vagy gazdasági vonalon a legerősebbek a kapcsolatok a két ország között? Hogy látja? Külgazdasági kapcsolat. Igen, tehát a gazdasági kapcsolatok azok, amik a leggyümölcsözőbbek, vagy a legerősebbek voltak az utóbbi időszakban. Én azt gondolom, hogy mindkét ország alapvetően a gazdasági kapcsolatokra fókuszál. Nagyon nyilvánvaló, hogy Magyarország és Kína között alapvető geopolitikai érdekellentét nincsen, tehát ezt nem kell megoldani. És mindkét ország érdekelt, és azt hiszem ez fontos közös pont, érdekelt abban, hogy a globalizáció folytatódjon. Tehát ugye egyrészt a kínai oldalról az övezetés útkezdeményezés, másik oldalon, magyar oldalról a keleti nyitás, vagy a konnektivitás, azok a kulcs szavak, amelyek segítenek megérteni abban, hogy két olyan ország, még Kína is, ami felzárkózóban van, és éppen ezért szüksége van az összes ponthoz, amihez hozzá tud férni a világgazdaságban, erőforrásokhoz, technológiához és tőkéhez. Mennyire nehezíti meg a helyzetet a Kínával való együttműködésben egy adott országnak, holott mondjuk zárójel látjuk, hogy Németország például a legnagyobb külkereskedelmi partnere Kína volt az elmúlt években, a zárójel bezárva, de hogy az Amerikai Egyesült Államok egyes vélemények szerint minden megpróbál annak érdekében, hogy Kína gazdasági előretörését valahogy megakadályozza, és a sajátját próbálja megerőltetni, tehát Amerikának nem érdeke. Ez picit látszik azért Európán is, tehát hogy azért bírálják azokat, akik megpróbálnak komoly együttműködést kialakítani Kínával. A magyar miniszterelnök, a magyar kormány egyértelművé tette az elmúlt években, hogy márpedig valamilyen fajta hidat kell képezni kelet és nyugat felé egyaránt. Ennek Kína nagyon fontos szereplője lehet. Mennyire nehéz feladat ez egy nyugati szövetségi rendszerben lévő ország? Én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy nehéz legyen, hiszen alapvetően
ahogy ön mondta, ez egy gazdasági vetélkedés a két ország között, de azért egy kicsit kitágítanám, és azt mondom, geopolitikai, és pontosan ez az a pont, ami miatt én azt gondolom, hogy nekünk nem érdekünk, hogy ebbe belekerüljünk. Ugye természetesen NATO tagok vagyunk, de ha megnézzük például a NATO szerződést, nagyon világos, hogy két fontos pontja van, az egyik, hogy ez egy védelmi szerződés, zárójel, nyilvánvalóan itt nem igazából lehet ezt így, ez legfeljebb science fiction, hogy itt valami konfliktusra kerüljön sor. A másik pedig az, hogy ennek a szerződésnek nagyon világos geográfiai, földrajzi limitációi vannak. Tehát, hogy mire vonatkozik? Ahogy benne van a nevén, Atlanti, ugye? Tehát vonatkozik Észak-Amerikára, vonatkozik Európára, az Atlanti-óceánra. De nincsen benne Ázsia ez a szó, nincsen benne az a szó, hogy csendes óceán, és éppen ezért igazából a NATO tagságunkból ilyen típusú elkötelezettség, hogy nekünk ezt az amerikai típusú, nem tudom, külpolitikát kell támogatni, szerintem nem származik. És akkor végén visszatérve az aktualitásokhoz, említette ön is, hogy mintegy másfél tucat, előzetesen másfél tucat megállapodás aláírásáról tudunk, de lehetne még ennél több is. Milyen típusú megállapodásokról van szó, és milyen témák kerülhetnek még elő ezen a mostani találkozón? Én azt gondolom, hogy a megállapodásoknak, bár megelőlegezni ezt nem tudjuk, de a döntő része természetesen gazdasági lesz, ezen belül infrastruktúrális. Ugye ezt ne feledjük el, hogy a kínai kezdeményezés ugye erről szól, és ugye Magyarország esetében ez nagyon fontos, hogy bár az Európai Unió valóban forrásokat biztosított az infrastruktúrának kiépítésére, de elsődlegesen nyugati és keleti vonatkozásban, és az észak-déli konnektivitás viszont nagyon-nagyon gyengén. Azt gondolom, hogy ezen a területen, emellett még természetesen én azt gondolom, a kulturális együttműködés az, ami kiemelkedő lehet. Háború és béke kérdése, ugye itt azért a kínai fél is a béke álláspontján van, azt lehet olvasni a világ sajtóban. De én azt gondolom, hogy egy kicsit visszafogottabb ebben a tekintetben, hiszen egyik oldalon sem akar belekerülni a háborúba. Hogyha az gazdasági szankciókat támogatná Kína, mint hogy elvárják tőle a nyugati oldalra, akkor egyértelműen állást foglal. Xi Jinping mostani Európa útja mindössze két Európai Uniós tagállamba látogat el. Azért ez is egy érdekes dolog. Ugye az egyik Franciaország volt, a másik pedig Magyarország lesz. Közbe ékelte, amíg nem Európai Uniós tagállam, Szerbiát, ami szintén ennek együttműködésnek a tagja egyébként. Van ennek jelentősége, hogy ilyenkor hova látogat el a kínai elnök? Már csak azért is kérdezem, mert ilyenkor az ő mozgását, világpolitikai mozgását, utazásait azért nagy figyelem övezi a világ sajtóban. Én azt gondolom, hogy van jelentősége természetesen. Ugye Franciaország talán az egyetlen egy ország, ahol időnként jeleket lehet látni arra, hogy Franciaország támogatná azt, hogy Európa megtalálja a saját hangját. Ahogy a francia elnök is többször mondta, hogy ez a stratégiai autonómia, aminek sajnos sok jele nincsen, de már szóban ott van, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pont lehet, ami fontos lehet Kína számára. Tehát érdemes megérteni azt, hogy Kína nem érdekelt az Európai Uniónak a szétverésében, sokkal inkább egy egységes és erős Európai Unióban érdekelt. Moldis Csaba volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy látogatott hozzánk.